Úgy gondolom, hogy vannak értékeink, bőven lehet választani, de különösen a tánc, az ének, ami számomra is nagyon fontos, hiszen az ember feltöltődéséhez szükséges az, hogy egy ilyenfajta élménye legyen. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke a harmadik alkalommal megrendezett Bukovinai Székely gyermekcsoportok találkozóját. A borongós idő ellenére is jó hangulatban teltek a táncbemutatók és a kézműves foglalkozások. Illés Tibor elmesélte, boldogsággal tölti el, hogy a hagyományokat erősítve tradicionális népviseletbe öltözött gyerekek adták elő a bemutatóikat. Nagy öröm számunkra Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, hiszen mindig azt mondjuk ugye, hogy a fiataloknak átadni, amit csak tudunk, és minél fiatalabb korban, ugye 9 éves korig, akkor már benne marad, és valószínű, hogy a mag ki kell. Hát itt nagy öröm, hogy tényleg közel 500 vagy 200 gyermek jelent meg, ugye 10 helyről jöttek, településről, és 12 együttes résztvevői. Úgyhogy hát szóval tényleg egy vidám nap, és bízom benne, hogy ezekkel az élményekkel fognak hazamenni, és tovább motiválja ez majd ez az élmény őket arra, hogy ne csak egy-két évig tartson bennük ez a tűz, hanem utána is tényleg az élet bármely helyére kerülnek, vagy bárhova az életbe, mindig is visszaemlékezve igényük legyen a bukovinai kultúrára. Hiszen bővelkedünk bőven, úgy gondolom, olyan értékekkel, amelyet érdemes is kell, és ugye úgy tisztes, hogy amit mi kaptuk, azt vigyék tovább. És sokan ugyan lehúzzák ugye a fiatalokat, hogy fiatalok nem érdekli őket, meg már. De én mindig bízom benne, főleg egy ilyen alkalom erőt ad nekünk is, hasonlóan, hogy van értelme csinálni, és kell csinálni, mert bennük van a jövő, és úgy gondolom, hogy meg fog maradni ez az érték, amelyet mi is kaptunk még valamikor szüleinktől, nagyszüleinktől. Kicsit szomorkás az idő, de a tánc meg az ének majd biztos vagyok benne, hogy kicsit felvidámítja őket. Ugyan a mai nap nem egy olyan fajta zsűrizés fog történni, inkább egy értékelés, úgymond. Egy kis segítséget szeretnénk adni a vezetőknek, és mégis egy kis iránymutatást, de semmiféleképpen nem rangsorolva, hiszen ez sokszor elviszi, és nem jó irányba viszi. Ugyan van annak is értéke, hiszen az se jó, hogy mindenre azt mondjuk, hogy nagyon szép, meg nagyon jó, mert azért abból tanul az ember, igaz, hogy elsőre egy picit rosszul esik talán, de úgy gondolom, hogy abból tanulunk, amit kapunk ilyen értelemben is, akár pozitív, akár negatív oldalról. Tolna megye több településéről is érkeztek tánccsoportok, akik mind a saját produkciójukkal szórakoztatták a közönséget. Jól érzem magam, és már óviskorom óta táncolok, és szeretek táncolni. Két műsort fogunk elméletben előadni, és lesz az egyik a Tündérborsó, az a neve. Közel 200 gyermek vett részt, 10 tánccsoport és 12 gyermekcsoport tagjaként a rendezvényen, melyre többek között Izményről, Kismányokról és Majosról is érkeztek fellépők. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén harmadik alkalommal rendezhettük meg a Bukovinai Székely gyermekcsoportok találkozóját, de tudjuk, hogy ez nem csak a mi érdemünk, hanem az összes gyermekcsoport, aki elfogadja a meghívásunkat. És nagyon sok vezetőtársam pedig aktív munkát is vállal ezen a rendezvényen. Van, aki táncház foglalkozást tart, van, aki a zsűri értékelő munkájában vesz részt, és van, aki kézműves foglalkozással köti le a gyerekeket. Hát igazából elmondhatjuk, hogy hogy mindannyiunk közös munkája hozzájárul ahhoz, hogy ez egy igazán szép délután legyen. Remek közösségépítő hatással is bírt a rendezvény. A környező településekről érkező gyerekek akár életre szóló barátságokat is köthettek egymással. De a kicsit tágabb értelemben próbálnak leírni, vagy megfogalmazni, hogy még miért jó ez a nap, vagy eredményes, akkor azt is elmondhatnám, hogy nekünk
oktatóknak, táncpedagógusoknak is nagyon hasznos, illetve meghatározó lehet, mert a felkészülési munka alatt, illetve a rendezvény alatt mi jobban megismerjük egymást, és tudunk segíteni egymásnak. Igazából ez a székelykör az, amire én azt szoktam mondani mindig viccesen, hogy ez az a közösség, ahol mindenkit ismerek, és senkinek nem tudom a nevét. És ők évről évre ugye egyre jobban bekapcsolódnak ebbe a családba, és tulajdonképpen nekünk ezt a közösséghez kapcsolódásnak a jó érzését szeretnénk elindítani a gyerekekben. Oh, 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 oh